március 12-e és 2021-es év. Remélem, hogy hallatszik a hangom, én Varga Bálint vagyok, és Horvátországba eszékről beszélünk ma. Igen, oké. Okay. Köszönöm szépen. A mai webinár Skyworld Community webinárt egy olyan 30 és 40 percre tervezem. Egy kis technológiáról is fogok mondani. Vannak sok jó, új és reális híreim, aminek mindenki nagyon fog örülni, és ahogy szoktuk is, minden pénteken, ma este is egy kis bemutató, látom, már 60-an is vagyunk, még majd jönnek, és fel van véve, most remélem nem lesz technikai probléma, úgyhogy holnap fel kellene, hogy legyen a YouTube-on, és akkor aki nem tudta ma este meghallgatni. Amint már mindannyiunk tudjuk, a cég alapítója Eduardovics Anatoli Junicki, a www.junicki.com az ő hivatalos weboldala, ahol minden hivatalos információhoz oda tudunk jutni, angol és orosz nyelven, de természetesen a Google fordítóval le tudjuk fordítani bármilyen más nyelvre is. Látom, hogy működik, oké. Okay. Ő megálmodott valamit több mint 40 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen rendszert hoz létre, egy új technológiát, ami Skyway HUR technológiának hívnak, és ez akkor még úgy volt, hogy a jövő szállítási rendszere lesz. Ma már mondhassuk, hogy ez a jelen szállítási rendszere, mert aki két évvel ezelőtt volt Belorussziába, az már tudja, hogy lehetett velük utazni, és ez egy működő rendszer lett. Ami a terv, hogy ahogy kifejlesztik ezt a technológiát, a célprojekteket építsék fel egész világon, és üzemeltetésre fog menni. Erre a projektre kellett egy kis pénzt is összeszedni. Ez a csapat úgy döntött, hogy crowd investing opcióval indulnak, ami azt jelenti, hogy minden egyes befektetőt a Skyway projekt egy közösségi alapok segítségével került finanszírozása. Így mindenki egy kis összeggel be tudott fektetni és belépni egy ilyen nagy projektbe, mert például vannak most is óriási nagy projektek, ne említsem a más neveket, világszerte, ami több milliárdokat érnek, de oda kisbefektetők $1 millió dollárral vagy kevesebben nem is tudnak belépni, és nekünk adott ez a lehetőség, hogy mi is része legyünk egy ilyen technológiával, egy ilyen projektekkel, és körülbelül 400 ezer befektető 200 ország és régióban ma már benne van ebbe a projektbe. Bocsánat, kicsit meg vagyok fázva, de igyekszem, hogy minél folyamatosan működjön. Mindig vissza kell mennem ide, mert tekerem. Itten ez a Mirapolisban nem lehet, és akkor külön kell. Hogyan történik a befektetés? A befektető átadja a pénzügyi eszközöket a Skyworld Community-nek, ennek a társaságnak, és kötünk a céggel egy konvertálható kölcsönszerződést. Ha valaki úgy dönt, hogy ezt nem írja alá a szerződést, csak befizeti, akkor
úgy működik, hogy 3 év után vissza tudja kapni, és 4% nyeressége. Mivel mi senki nem azért fektettük be a pénzüket, hogy 3 év múlva keresünk 4%-ot, mert annyit a bankba is majdnem meg tudunk kapni. Mi aláírtuk a szerződést, hogy megkapjuk a tulajdoni hányadait, és ebből kiállítja a cég nekünk átkerül egy holdingba, egy holding ERSH alap, ahol mi részvényeket fogunk kapni. Már mindenki a saját webirodájába meg tudja látni, hogy mennyi részvénye lesz, és ez akkor írják át a részvénybe, mikor a cég kimegy a tőzsdére. Mire használták ezt a befektetést? Legfontosabb a technológia fejlesztése, és ez a anyacégbe, a GTI-be lett befektetve. Akkor építettek egy ekotechnoparkot, amit Belorussziába, Minszk közelében, Marina Gorkába. Ott már ötféle útpályát felállítottak, és több mint 10 jármútípus már közlekedik, és tesztelik, és certifikátozzák. Akkor saját gyárt építettek fel, most már több mint 700 szakember dolgozik, ezeknek a fizetését is, mi mindig még mi finanszírozzuk, és sok nemzeti projektbe, amit már 2018-ban elkezdték építeni az Egyesült Arab Emírségekben. És többször már voltak ilyen demonstrációk, kiállítások sok-sok-sok országba, és a Land és Skyway Park már több mint 50 hektárt építettek ki. A részvényekről egy pár nagyon fontos mondatot. Nincs hang, kellene, hogy legyen hang. Oké. Részvényekről azt mindenki tudja, hogy 400 milliárd, 867 millió és 433 ezer részvény van kiadva. Ez soha nem lehet se több, se kevesebb. Ez mindig marad. A részvények el vannak osztva A részvényre, ami 30,25%, és ez a Unitsky Corporation A részvények, és ebből a részvények, ezek a részvények nem kapnak osztalékot. Ezt tudjátok, hogy ez így van. A második, a B részvények, ami 67,75%, el vannak osztva 3 holdingba. ERSSH1-es, 2-es és 3-ba. A megmaradó 2%, ugye amikor összeadjuk ezt a 30,25-öt, 67,75, és ez a kettő, ami megadja a 100%-ot, a 2%-ben RCG alapítványban van, és itt is lehet, még nekünk a webirodában is, ilyen 5 meg 10 000 dolláros részvényeket lehet venni. Ezt azért alapítottak, hogy például amerikaiak is ezen a RCG alapítványon is be tudnak fektetni. Itt 8 milliárd részvény van, csak 2% ide kiosztva. Oké, van hang, jó. Akkor a 3 holdingba 50% plusz 1 nem lett eladva. Szóval nem lehet eladni. Csak kevesebb, mint 50%-ot, ami nekünk, mint részvényeseinknek
135 milliárd 793 millió 842 ezer és 928 részvény lesz eladva. Azért mondom, hogy lesz eladva, mert még nincs befejezve a mind a 15 fázis, most a 14. végén állunk, és marad csak egy fázis, még a 15. fázisban ennyit fognak maximum eladni. Ez a 67%, ami 271 milliárd, ugye, ennek a fele a Skyway-é, és a tőzsdére a miénk megy ki az egész, és valamennyi része ebből a három holdingból. Úgyhogy nem megy ki mind a 271 milliárd, hanem a holdingból akkor eldöntik, hogy mennyit fognak kitenni a tőzsdére, mikor eljön ez az idő. Azt mindenki szokta kérdezni, de lehet, hogy benneteket nem érdekel, de mégis elmondom, hogy tavaly októberban, most már ez 5-6 hónap lesz, el lett indítva a tőzsdére való procedúra, és ezt három céggel indítsák és vezetik. Ez az IPO, a hivatalosan így nevezik, és időszak, hogy mikor tud a cég kimenni, szóval tavaly októbertől olyan 1,5 és maximum 2 év, de lehet 1 év is akár, de maximum 2 éven belül a cég ki fog menni a tőzsdére. Én tudom, hogy ez egy nagyon várt információ, és mindenki ezt várja. Ez most hivatalosan hallottam a tegnapi konferencián. Mikor befejezzük a 15. fázist, akkor indulnak még sok célprojektek, és most 600, ebből a 6-700 dolgozó mérnökökből körülbelül 400 dolgozik ezeken a célprojekteken. Utána jönnek majd a ekoházak, a lineáris városok, és a humusz, meg mind a többi, ami mind hozza majd a bevételt a cégbe. A új promóció március 1-től indul, az azt jelenti, itt a New Skyway Capital 2638. pontba el lehet olvasni magyar nyelven. Csinált a cég, hogy befejezzék ezt a 14. fázist, egy promóciót, hogy motiválja a bent lévő partnereket, akik hoznak új befektetőket, hogy minél előbb eladják ezt a megmaradó részvényeket, és március 1-től 7-ig plusz jutalékot adtak, 30%-ot, most 26% van, még 2 nap, és körülbelül 2 óra, ez március 8-tól 14-ig, 23%-ot kapnak azok a partnerek, akik hoznak befektetőt 15 és 21-én, és 20%-ot ugye 22 és március 28-ig között. Azt tudjuk, hogy a normál jutalék 15%. A következő, a tokent azt várható július 1-re tervezik, addig nem lehet venni tokent, erről még majd később beszélek, és ami még sokaknak fontos, hogy a cég a tőzsde előtt vissza fog vásárolni. Ez most nem azokat illeti, aki nem írták alá a szerződést, nem aktiválták a részvényeiket, hanem mindenkinek, aki mielőtt a tőzsdére megy a cég,
meg vissza akarja adni, és a cég visszavásárolja tőlük ezt. Az nem lesz egy dollár, mert egy dollárral indul a cég a tőzsdére, hanem valamennyi cent. Most 5, vagy 10 cent, vagy 20 cent ezt majd a Junicki és a csapatja együtt fogják eldönteni. Eztet a sárgy, amikor befejeződik, amit várják az év végére, és elindulnak a célprojektek, azok már elindultak, úgyhogy én azt gondolom, hogy őszre vagy az idén év végére lehetséges majd ez. A Junicki tárgyalásra, hogy kicélozzák a 15. fázisnak a dátumját, amit várunk, most márciusban tervezik, hogy megkapják az időpontot, és meg tudjuk mink is akkor, hogy mikor megyünk a 15. fázisba. Én gondolom, hogy már ez április is lehet. Februári forgalom, nagyon örülünk, hogy van közöttünk egy Vietnam, 62,7% forgalmat viszi a Vietnam, afrikaiak, főleg Nigéria 6,9, és akkor a Spanyolország nagyon jó elindult, ottan jöttek sok nagy befektető, és nagyon jó motivációval egy top expert hölgy, aki vezeti ezt a csapatot, mindig nagyon dicséri őket, és jól indulnak. Csehország, Indonézia, Szlovákia az mindig jó forgalmakat csinál, és akkor így az első 10 ország. Ez az első 10 ország több mint 90% forgalmát, befektetést viszi mostanába. Akkor megyünk tovább. Akkor hang van. Oké, jó. Egy pár mondatot a technológiáról, utána visszatérek még a projektekre, meg a tokenra. A technológia az úgy van kifejlesztve, hogy bármilyen városban, ami már ki van építve, folyó, mocsár, sivatag, Szibéria, hideg helyen, mindenhol felépíthető és üzemelthető. Természetesen nem egy anyagot használnak Belorussziába, meg például Dubajba. És most ez nagyon jó tapasztalat az elmúlt 2 év, hogy Dubajba építenek, mert megvan a tapasztalat, hogy meg letesztelték minden anyagokat, amit lehet, milyent lehet mindent építeni. A kerekek is, sokan össze akarják hasonlítani a Skyway technológiát. Igazából a Skyway az egy brand név lett, a Junicki String technológia az a cég, aki viszi ezt a technológiát. Egy különleges kerék, ami rajta van a motorja és fék minden egy helyen, és iszonyatú kevés energiát fogyaszt. A légellenállás ilyen járműveken, amik nincsenek lent az aszfalton vagy a földön, sokkal jobb a koeficient, és sokkal kisebb ez a légellenállás, és azt tudjuk, hogy nagyon kevés fogyasztás, nagyon kevés energia kell erre. A rengeteg kép régen 2016-ban, amikor elkezdtük, csak vizualizációk voltak, most sokkal könnyebb bemutatni ezt a tervet, mert meg lehet látni, hogy már építkeznek, már megvan a Dubai Skypod brand, ami Dubajba fog épülni ez a célprojekt. Megvan több, most már 11 jármű, amit külön kellett letesztelni és megkapni az engedélyeket, a certifikátokat. Mi a családdal voltunk Minskben, Marina Gorkába, itt találkoztunk a Junickival is, úgyhogy minden létező, minden igazi,
és nagyon előre haladt. Kaptam egy információt, hogy csak Dubajba 60% cég tavaly csődbe ment, és örüljünk, hogy a mi Skyway-ünk megmaradt és fejlődött, és ahogy a Judicki mondta tavaly október végén, hogy minden nap dolgoztak, csak mikor munkaszüneti nap, akkor nem. Nagyon sok és nagyon előny van a Skyway technológián, mert sokkal olcsóbb felépíteni, karbantartani, kevés energiát használ, kapacitás sokkal nagyobb, mint a hagyományos. A ekológia, biztonság, ami nagyon fontos. Amerikában minden nap 60 ember meghal, és több ezer sebesült egy nap. Most hallottam a tévén tegnap. Egy pillanat. Itt van, amit mondtam, ami legújabb, ez a Unicorn U492-01, kaptam egy képet tegnap, és mindjárt bemutatom is, élőben az első kép. Rengeteg certifikátjuk van, engedélyek, ezt tehát még mindig készítik az engedélyezést, a járművekre is, meg a sinekre is. Ahogy mondtam, megvan a gyár, ez Minszben a városban van, a raktárok, a sorozatgyártás, ezt majd tervezik kiépíteni másik országokba is, van egy irodaház, 50 irodával, akkor Skyway Plaza, ez is egy ilyen üzleti centrum. Egyesült Emirátusban így kezdődött, hogy a RTA, a közlekedési minisztériummal kötöttek memorandumot, és akkor indultak a készítések a célprojektre. Én mindig kíváncsi vagyok, úgyhogy elmentem Berlinbe is, a kiállításra, Minszbe is többször, akkor megnéztük a Dubaiba és a Sharjahba, hogy mit építenek. Ezek voltak a tervek, ez is 2019 márciusban, itt van most már két éve. Utána már építettek ilyen járműveket, megvan egy Eco House, egy ekoház, ami egyedülálló engedélyt kapott, hogy faház felépítsék, mert ottan nem szabad faházakat építeni, túl meleg van és könnyen begyújtható. És ezeket a képeket már tudjuk, látjuk minden nap, hogy fejlődik, kívülről, belülről, csináltak egy ilyen VIP unicard, ahol a sejkek is utazhatnak. Már meg is látogatta a dr. Sheikh Sultan bin Mohammed al-Kassimi, ő a sárdzsai sejk, akinek nagyon megtetszett ez a projekt, és rendelt egy 10,4 kilométeres célprojektet Sharjahban. Én úgy tudom, hogy erre már megvan a szerződés is. A következő projekt egy ilyen teher projekt, ami összeköti a sharjahi kikötőt és a Khor Fakkan kikötőt, ami 130 kilométer. Ez alá van írva, és 3,5 év kell, hogy összekössék és elindítsák ezt a projektet. Az így néz ki. És a Marina Gorkába, a Ekotechnoparkba azt tudjuk, hogy ott már voltunk háromszor, itt van az első kép, elindult a Unicorn tesztelése. Ez tegnap előtti kép, és nagyon örülök, mert ezt is élőben meg szeretném látni minél előbb. Ez egy ilyen, most nem tudom, 30 vagy 40 tonnás, amit tud vinni.
Amit még megtudtam, hogy rengeteg újságíró, delegáció, cégvezető meglátogassa a Sharjah-t. Most indul ma indult, és 15-ig, ami azt jelenti, hogy hétfőig, hétfő este 10-ig, szavazhatunk, hogy hol legyen a EcoFest. Én Sharjah-ra szavaztam, és lehet szavazni Marina Gorkára, Sharjah-ra, és beírni az ötleteinket. Én gondolom, hogy a Sharjah-t kevesebbet fogom meglátni, de nagyobb élmény lesz meglátni Dubajt is. Úgyhogy október 1-én, mikor elindul ez a kiállítás, de azt hiszem, hogy nyáron, vagy mikor tervezik. Azért most tervezik, mert a Belorussziába oda július-augusztusba lehet menni, mert ott nincs hőmeleg, de ha Sharjah-ba akarunk menni, akkor az lehet, hogy szeptember-októberba lesz majd szervezve. Én gondolom, hogy mindenki a Sharjah-t szavazza. Azt akartam még mondani, hogy miért látogatták meg az Egyesült Emirátusi miniszterek és a szaúd-arábiai üzletemberek. A szaúd-arábiaiak most készítenek egy új várost, teljesen új 250 ezer személyre, és jöttek megnézni, milyen technológiával rendelkezik a Skyway, és a Unitskival tárgyaltak, úgyhogy lehet, hogy majd ott is kötnek valamilyen új szerződéseket. Ez egy olyan város lesz, ahol nem lesz autó, hanem minden automatizálva. Rájöttek, hogy a meglévő városokat nem lehet annyit, Neom, igen, köszi Gergely, nem lehet annyit. Miért kell 3,5 év a kikötők összeködéshez? Igen, de ez 30 kilométer ez a szakasz, hegyekben lesz, és egy ilyen nagy projekt 130 kilométerre még mindent elkészítik, 3,5 évet terveznek. Azt láttátok, hogy ott nincs föld, meg homok van, meg az a hegyek, és biztos, hogy egy nagyon-nagyon nehéz pálya lesz ezt felépíteni. A NEOM, igen, ez a NEOM projekt, amit Szaúd-Arábiába készítenek, és rájöttek, hogy csak egy teljesen új várost, és ezt akarják most felépíteni, és jöttek megnézni a Skyway technológiát, meg a lineáris városokat, ezt mindet lehet majd ottan beépíteni. A következő, amit sokáig nem tudtunk, hogy mi van erről a projektről, amit a Mohammed bin Rashid dubai seik aláírta, 15 kilométeres. Na, a legújabb hír, ez is tegnapi hír, hogy minden készen áll, megvan a szerződés, megvan a pénz, egy dologat nem találtak meg idáig, nincs a kivitelező, aki ezt felépíti. Most írtak egy új pályázatot, még lehet jelentkezni, ha valakinek van cége. Idáig 7 cég jelentkezett, és a kormány, ez nem a Unitski válassza, a kormány most válassza ki, melyik lesz ez a cég, aki ezt írtak egy ilyen tenderset, ez egy pályázat, amit és hogy kiválasztanak egy komoly céget, aki ezt fel tudja építeni. Én gondolom, hogy ha ezt most elkezdik, ez egy ilyen 6-8 hónap alatt fel lehet építeni a városban, mert minden engedélyben, minden papírmunka megvan. A Sharjah-ba azért megy az építkezés, mert ott a Unitski dönt, és ők találtak cégeket, akit, ha jól tudom, 2 cég, vagy 3, nem vagyok biztos benne, akik a Sharjah-i projektet építik. Mert nem a Skyway építi, hanem ottani ilyen cégek, építkezési cégek készítik ezt.
Ami még nagyon fontos, hogy a minden célprojekthez ezentúl majd kibocsátanak tokent, és azt kérik, hogy minél több tokent vásároljunk, mert annak növekszik a ára, és ha veszünk, akkor emelkedik. Ha sokat eladnánk, akkor megy lesz, ugye ezt mindenki tudja. Minden projekthez lesz egy white paper, és pontosan meg lesz, hogy ha például valaki beül, és oda teszi az óráját, vagy egy applikációt, hogy hol ült be A ponton, és átmegy 100 kilométert a B pontra, és mikor kimegy az állomásról, akkor az jelzi neki, aha, te ennyit utaztál, 100 kilométert, leveszi $2 például a jegyért. És ez mind a nyereség megy a cégbe, és ebből fizetik majd még a osztalékokat. A Skyway minden projektbe legalább 20-25%-kal részese lesz, és ezzel is fogják majd fizetni az osztalékot. Azt tudjuk, hogy az eladott projektektől és a nyereség később a jegyekből az 20% nettó bevétel megy a kis befektetőknek, ugye, mint osztalék. Ezt minden évben egyszer fogják kifizetni. Akik vesznek tokent, és részesülnek ilyen célprojektekbe, azok tokenba is kapják meg. Ha jól tudom, legalább 5 kriptotőzsdére kint lesznek ezek a tokenek, amelyikek beváltható is lesz, és be lehet cserélni bitcoinba vagy másik kriptovalutába. Úgyhogy én azt szeretném, hogy az egész tőzsde is a kriptotőzsdére menjen ki, mert sokkal egyszerűbb, kevesebb pénz. Meglátjuk még egy-két év múlva, mi történik. Most még senki nem tudja, milyen lesz a helyzet, ha ez a pandémia vége is lesz neki, nem tudjuk, hogy mikor lesz, és milyen válságok lesznek, milyen krízis lesz a világon, úgyhogy ez mind befolyásolja, hogy melyik pillanatban mennek ki a tőzsdére. Ha tavaly például ilyen időben kimentek volna a tőzsdére, vagy január, február, március, mindegy, az tudjátok, hogy 90%-kal biztos, hogy lement volna a cég értéke, és ez senkinek, se a cégnek, se a befektetőknek, se a projektnek nem lett volna jó. Mi gyűjtsük a mi részvényeinket, és minden hónapban tudunk vásárolni 50, 100, 200, $500 is. Úgyhogy ha jól tudom, lehet, hogy megint lesz valamilyen változás erre a ilyen hologrami projektre, a csomagra. Két üzlettársunk Ausztriából lemaradtak, írtunk a supportnak, és megadták neki, úgyhogy kivételesen elkészítették. Ha nem sokára megkapjuk az információt, mikor a alapítói tagok a Skyway Community-tól és a Junickival leülnek, megbeszélik, megtárgyalják a 15. fázist. A 2021-es terveik még azok, hogy két új és nagy teherbírású célprojektben lesznek, és legalább 3 új célprojekt szerződés lesz aláírva. Múlt héten is aláírtak egy nagy szerződést, azt még nem tudjuk, hogy hol, de első kézből hallottuk. Amit most még terveznek, hogy nem sokára elindulnak az európai projektek is, és az idén már készítik, úgyhogy jövőre lesznek konkrét európai projektek is, de már valamennyit megtudunk júliusban az európai projekteket is. Ami nagyon jó motiváló lesz, és akkor nem lesz
nehéz eladni a megmaradó részvényeket. Ezt már említettem, hogy a Burlington-Szingapúrig 11 szállítás és közlekedési konferencián, kiállításokon voltak. 14, ez oké. És bemutatásra kerül a Skyway nagysebességű közlekedés tesztmodellje is. Ezt az idén akarják bemutatni, ami a Marina Gorkabulba épül, az a 20 kilométeres, utána akkor még majd bővítik 60 kilométerre, erre a 20-ra már megkapták az engedélyt. Ami még fontos, hogy Sharjah-ban már megkezdődött a Skyway második és negyedik nehéz terhek szállítása, szolgáltató testpályának építése. Májusban tervezik a nyitást és a bemutatót. Nem mondtam még, hogy ezt a 400 méterest, ez már elindult, és most március végén megkapjuk az első képeket, videókat, és ezt majd még bemutatják. Na, ennyit szerettem volna a mai esten elmondani. Én nagyon örülök, hogy most már ott tartunk, hogy az utolsó lépcsőnél vagyunk. Ezt az utolsó 15. fázist, ezt finanszírozási fázis, és segítünk, mindenki tud segíteni, vagy vesz új csomagot, vagy hoz egy új befektetőt, így lesz egy duplikáció, és előbb el lesz adva. Sokszor halljuk, ez jobban az én csoportomban, szokják mondani, ígérték, hogy lesz a 15. fázis, ilyenkor meg olyantól. Higgyétek el, hogy ez nem a Skyway-től függ, ez tőlünk függ, mert mi vagyunk azok, akik reklámozzuk, a Skyway Community vezetőség próbálkozik mindenféle ilyen motivációs csomagokkal, plusz bónuszokkal, ajándékkal, mindenfélén, hogy motiváljon, hogy minél előbb befejezzük ezt a finanszírozást. Az a jó, hogy vannak ilyen új országok, mint Vietnám, meg Spanyolország, meg most már a Peru is elindult, Dél-Amerika, ahol ez teljesen új projekt, és nagyon lelkesek az emberek, és vásárolják nap, mint nap ezeket a részvényeket. Én gondolom, hogy ez a kiszámítás most elég világos volt, hogy megértette mindenki, hogy hogyan működik ez az egész, és ennyi a mai estére. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és jövő pénteken folytassuk megint, ha lesznek új hírek. Szép estét kívánok, és szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok!